Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, mai vendégünk pedig Sós Eszter, a franciapolitika.com szerkesztője, Franciaország szakértő, itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Hát néhány nappal ezelőtt beszélgettünk, akkor ugye a francia belpolitikáról, aztán amikor felvettük a beszélgetést, aznap érkezett a hír egyébként, hogy Emmanuel Macron, Franciaország elnöke Magyarországra látogat, és ez a látogatás tegnap meg is történt. Sokakkal találkozott, mielőtt a találkozóról beszélgetnénk, azt hadd kérdezzem meg, hogy mi az oka annak, hogy nagyon régen nem járt francia elnök Magyarországon, pedig azért a francia-magyar kapcsolatokról nem lehet azt mondani, hogy annyira rossz, hogy ennyi időnek kellene eltelnie. Nem, de minden bizonnyal közrejátszik az a tény is, hogy az európai állam és kormányfők nagyon rendszeresen találkoznak Brüsszelben és máshol Európában. Tehát ezeknek a sokoldalú találkozóknak a margóján lehetőség van kétoldalú megbeszélésekre, és hogy a folyó ügyeket áttekintsék. Tehát ezek a látogatások egymás fővárosába azért mindenképpen egy ilyen gesztusértékkel is rendelkeznek, hiszen egyébként a kommunikációs csatornák tulajdonképpen folyamatosan nyitva vannak. Úgyhogy hát, talán ennek lehet betudni ezeket a csökkenő mennyiségű találkozókat. Mindenkivel találkozott Emmanuel Macron, ugye Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével és az ellenzékkel is. De azon gondolkodtam, hogy olyan egy 4 évvel ezelőtti Macronról elképzelhető lett volna, hogy kampány időszakban a rebellis magyar miniszterelnökkel találkozik. Ugye azért 4 évvel ezelőtt voltak oda szúrogatások. Neki volt ezzel francia belpolitikai célja a látogatása? Tehát akar ő megszólítani jobbról embereket azzal, hogy eljön Orbán Viktorhoz? Igen. Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktorral mutatkozni Emmanuel Macron számára egy üzenet a szuverenista szavazóknak, de hagyd tegyem hozzá, hogy a program többi része is politikai üzenetnek tekinthető. Ugye volt egy belpolitikai finom nyomás, hogy hát most miért jön Budapestre, ráadásul pont kampányidőszakban, hát ezeknek a szavazóknak pedig a program további részei szolgálhattak üzenetként. Ugye a Heller Ágnes sírjának a meglátogatása, az ellenzékkel való találkozó, és ugye az a betartott ígéret, hogy a konfliktusos témákat is feldobja Emmanuel Macron. És van egy általánosabb politikai cél is, ami a mindenkori köztársasági elnök pozíciójához kötődik. Tudni illik az, hogy külpolitikai találkozókat tarthat, az egy hivatali előny, mert hogy a többi jelölt fölé emeli Emmanuel Macront, ugye ő még nem jelentette be, hogy jelölt, és külpolitikai szempontból eléggé tele is van a naptárja itt ősszel, tehát ő teljes egészében használja ezt a hivatali előnyt, egyébként a párizsi ellenzék emiatt, és még sok minden más miatt is, többek között amiatt, hogy nem jelenti be, hogy jelölt, elégedetlenkedik, és nagyon erőteljesen támadja Emmanuel Macron. Miért nem jelenti be? Hát úgyis mindenki tudja, hogy indul. Igen, csak amikor lebegtetés van, akkor akármilyen furcsa, egészen máshogy néznek az emberre, akkor úgy néznek az emberre, hogy hát ő az elnök, és ugye elnökként lép föl. Ha viszont bejelenti, és nyilvánosság előtt kimondja, hogy ő jelölt, akkor onnantól kezdve elsősorban jelölt, és mindent azon a prizmán keresztül értelmeznek. Tehát most tudnak arról beszélgetni, hogy hát igen, az elnök ezt meg ezt teszi, és ennek ilyen meg ilyen kampány haszna vagy kampány érdeke lehet, de hogyha ez be van jelentve, akkor ez nem kérdés, és akkor egészen más szintről indul a beszélgetés, ezért a mindenkori hivatalban lévő köztársasági elnöknek az az érdeke, hogy ameddig lehet húzza ezt a dolgot, és hát Macronnak különösen, lévén a január 1-én induló európai elnökséget, ugye még elnökként szeretné legalábbis egy részét egészen biztosan végigjátszani. Tehát neki most a kivárás az érdeke, és hát ezt nyilván mindenki tudja, úgyhogy erre föl is hívják a figyelmet az ellenfele. Akkor beszéljünk egy kicsit erről az elnökségről. Volt ugye ennek a rendezvénynek egy olyan programpontja is, amikor a V4 országokkal találkozott, mint a jövendőbeli elnökségnek a vezetője. Ez mennyire fontos, vagy mennyire inkább PR esemény?
franciák elég aktív tevékenységet folytatnak az elnökség előkészítésére. Ugye ez egy rövid elnökség lesz, pontosan a speciális francia helyzet miatt, hogy tudnélik a negyedik hónapban elnökválasztás lesz, és hát azt senki nem gondolhatja logikusan, hogy itt mondjuk április környékén a franciák elsősorban az európai elnökséggel fognak foglalkozni, nem. Nekik az az érdekük, hogy márciusig megoldások, döntések szülessenek, és nyilvánvaló, hogy ezeket a döntéseket jól elő kell készíteni, tehát hogy az egyes ülések, az egyes rendezvények ne úgy történjenek, hogy hát jó, ebben nem értünk egyet, akkor majd a következő alkalommal beszélünk róla. Itt eredményeket szeretnének a franciák produkálni, legalább egy-két olyan ügyben, amely Macronnak felmutatható a kampányban. Nyilván nem mint jelölt, hanem mint elnök, de hát érezzük, tudjuk, hogy ez átfolyik. Úgyhogy erről szólt ez a látogatás a konkrétumok szintjén. Közelebb kellett hozni az álláspontokat, ki kellett tapogatózni, hogy mi az, amiben lehetséges együttműködés, hol vannak a vitapontok. Azért hatalmas meglepetések a konkrétumok szintjén nem értek bennünket, tehát az előzetes várakozásoknak megfelelő témák, ha nem is azzal a súlya merültek fel, ahogy ezt előzetesen gondolni lehetett, de hát azok a témák voltak napirenden a beszámolók szerint, amiket gondoltuk. Tehát ez az előkészítési munka volt a cél, és nyilván volt egy politikai PR funkciója is. Mindenki jól járt, ha szabad így mondanom, mindenki haza tudott vinni valamilyen politikai előnyt ebből a találkozóból, úgyhogy igazából senki nem járt rosszul, ami azt jelenti, hogy mindenki jól járt. Igen, és itt ezen az utolsó, mindenki jól járt, meg senki nem járt rosszul, mert minden így magam előtt láttam, ahogy egy ilyen higany így jojózik jobbra-balra, és volt egy külpolitikai szakértő, aki pont tegnap nálunk Emmanuel Macront ilyen higany politikusnak nevezte, tehát hogy mindenkinek ad egy kicsit, úgy nem mond semmi konkrétat, de mindenkivel jól el van, ez jellemző Macronra? Hát amikor a találkozó előtt kérdezgettek, hogy vajon mi hangozhat majd el, akkor én is ilyen higany típusú formulákban gondolkodtam, tehát hogy el fogja mondani, hogy sok mindenben van egyetértés, hát egy csomó mindenben nincs, és ezekben vitatkozunk, és hát tulajdonképpen ez történt. Tehát egy ilyen nagy tisztelet hangján és nagyon körbedicsérve egymást, de teljesen világos volt, hogy mikor merre mozdul ez a higany mindkét fél részéről. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy találó kép, ez megfelel a valóságnak. Hogy érzi, egyáltalán lehet-e ilyenben rangsorolni, de melyik találkozó sikerült jobban, a miniszterelnökkel vagy az ellenzékkel? Nem hiszem, hogy összehasonlítható a két helyzet. Ugye egészen más a hivatalba lévő kormányfővel, illetve a V4-ek miniszterelnökeivel való találkozó. Ugye eleve annak a találkozónak a fontosságát, vagy ha tetszik, prioritását mutatja, hogy ott volt egyáltalán közös sajtónyilatkozat, illetve sajtótájékoztató. Ugye, hogy az ellenzéki tárgyaláson mi történt, azt elsősorban az ellenzék beszámolójából tudjuk, ugye ott nem volt közös sajtótájékoztató. Ugyanakkor a magyar nyilvánosság, tudjuk, hogy meglehetősen megosztott, ami azt jelenti, hogy minden bizonnyal, minden szavazóbázis ki fogja hallani a különböző beszámolókból azt, amivel ő egyetért, azt, amit ő hallani szeretne. És hát egy ilyen helyzetben, amikor a szavazóbázisok ennyire, mondjuk így, hogy távol állnak egymástól világszemléletben és elfogadott narratívákban, akkor nagyon nehéz, szinte értelmetlen hasonlítani. Ugye ez megint ennek a higany játéknak, ha tetszik, egy másik megjelenési formája. Ilyen, tulajdonképpen az ellenzék elmondhatja, hogy őket megemelte Macron, mert találkozott velük, úgyhogy nincsenek hivatalban. A kormány oldal pedig nyilván elmondhatja, hogy hát lám-lám Orbán Viktor nem izolált, sőt annyira fontos, hogy itt 3 hónap alatt, vagy 4 hónap alatt a harmadik francia elnök jelölt érkezik Budapestre. Tehát itt megint mindenki megtalálhatta a neki tetsző és neki kedvező üzenetet.
ez a politikának a sikere, vagy valójában a háttérben olyan diplomáciai szakemberek, kiváló diplomaták dolgoznak, akik ezeket a dolgokat tök jól össze tudják rakni? A programra gondol? Vagy arra, hogy a miniszterelnök és Macron ilyen, hogy mondjam, konfliktusmentesen tudnak találkozni. Még egyszer mondom, talán ez 4 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Akkor is megvolt az összekacsintás, de akkor a politikai érdekek azért még inkább nekem úgy tűnik, hogy azt diktálták, hogy sokkal erősebben támadják egymást, meg kritizálják egymást. Így van, de közben volt egy európai parlamenti választás, ami lezárult. Tehát akkor ugye az volt a közös érdek, hogy támadják egymást, és ezáltal erősítsék is egymást, gyengítsék a szocialistákat és a néppártot. Azzal, hogy ők támadták egymást, azzal gyakorlatilag szavazatot tudtak szerezni, nem? Így van, de hát ugye véget ért a választás 2019-ben, tehát ez a közvetlen érdek mondjuk 5 évre, ha tetszik, lekerült a napirendről, és hát utána jött egy válság. Tehát ne felejtsük el, hogy itt az elmúlt 2 év olyan szempontból speciális, hogy itt mindenkit megütött ugyanaz a probléma, amit meg kellett oldani. Tehát egy teljesen más politikai helyzet van, de egyébként már a 2019-es európai intézményes pozícióosztásnál lehetett látni, ugye, amikor megfúrták a csúcsjelölti rendszert, és végül Ursula von der Leyen-t választották az Európai Bizottság elnökének, hogy Macron és Orbán között tényleg van egyfajta együttműködés, és ez egy pragmatikus munkakapcsolat. Tulajdonképpen megtalálják, hogy mi az, ami közös érdek, amiben együtt lehet mozogni, és abban együtt is mozognak. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg az európai parlamenti választás a határvonal. Nagyon megfelel a valóságnak, amit Macron mondott, ugye úgy fogalmazott, hogy Orbán európai politikai ellenfél és európai partner. Ez a kettő egyszerre igaz, azzal, hogy a választás előtt a politikai ellenfél pozíció hangsúlyozása volt a közös érdek, most pedig a partnerség hangsúlyozása a közös érdek. Milyen jó lenne, ha így működne az egész világ, meg a minden országnak a belpolitikája. Ez a tegnapi nap, ez tényleg egész kultúráltnak tűnt. Kultúrát volt, ezzel nem tudok vitatkozni. Volt-e olyan megállapodás vagy tárgyalás, ami viszont így a napi politikai dolgokon meg a szimbólumokon túlmutat, és akár szorosabb együttműködésre is sor kerülhet a két ország között? Kérdezem ezt azért, mert azért Macronnak van egy ilyen sajátos világnézete európai védelmi politikát illetően, talán még bevándorlás kérdésben is, illetve most ugye van így nemzetközileg is az a, hát hogy mondjam, konfliktus helyzet, amikor az Amerikai Egyesült Államok kihagyta egy megállapodásból Franciaországot, ami nekik nagyon fáj, és ezért ők például Görögországgal próbálnak szövetséget kötni. Szóval, hogy ilyen területeken Magyarországgal próbálnak-e tárgyalni a franciák? A védelempolitikában Magyarország jó partnernek számít, agrárpolitikában ugye hagyományosan, bár most ez nincs előtérben, a külső határvédelem kérdése, ugye ez a francia elnökségnek egy fontos prioritása, a schengeni rendszer politikai irányításának az átalakításával együtt, ugye ehhez a külső határokat biztosító, mondjuk Lengyelország, Magyarország abszolút szükséges partner. Úgyhogy ezekben van együttműködés, és hát ne felejtsük el, hogy energiapolitikában is, ugye ez hangsúlyos volt a sajtótájékoztatón, hogy a franciák nagyon erőteljesen lobbiznak azért, hogy az atomenergia zöld energiának számítson a klímacélok teljesítésekor, és ebben az egyébként az atomenergiára szintén támaszkodó Magyarország partner. Tehát itt azért bőven vannak olyan konkrét szakpolitikai pontok, amelyekben egyet lehet érteni. Nyilván, hogyha mondjuk elkezdem piszkálni a kérdéseket részletesen, tehát mondjuk a schengeni rendszer kérdését, akkor a franciák számára ott már fontos például a menekültügyi rendszer egységesítése, átalakítása, ugye abból következően, hogy aki schengeni vízumot kap, az hát az egész schengeni rendszerben szabadon tud mozogni. Ott már nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos nézeteltérések, de hát az sem véletlen, hogy a francia elnökség nem is tűzte különösebben az ászlajára azt, hogy lezárja a dublini rendszer reformjának a kérdését. Ugye Macron nagyon sokszor használta azt a kifejezést, hogy ezekben a kérdésekben előrelépést akart felmutatni. Ugye ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
le is akarja zárni ezeket az ügyeket. De hát ugye Európai Uniós döntéshozatali szinten fél év, sőt 3 hónap, amivel ugye konkrétan most számolhatnak a franciák, végtelenül rövid idő. Azt látjuk, hogy Németországban új kormány alakult, és hát azt megnézném, hogy mondjuk Olaf Scholz-szal Orbán Viktor hasonló jókedélyben tudna beszélgetni, bár Scholz-szal még talán, de hogy a német kormányprogrammal az nagy kérdés. Lehet az, hogy Macron azért ilyen aktív, mert most próbál azért ő is helyet kapni a térképen? Kérdezem ezt azért is, mert pár nappal ezelőtt volt például hír a Portfolio.hu ilyen hangzatos címmel hozta, hogy leleplezték a nagy mestertervet, és akkor a Franciaország és Olaszország kétoldalú uniós kapcsolatainak elmélyítéséről szóló szerződésről volt például szó, tehát látni azt, hogy Macron most nagyon aktív külpolitikai területen. Ez így van, ez így van. Az biztos, hogy az a pár hét, amíg a német kormány megtalálja az aktákat, meg a minisztériumokban a különböző releváns helységeket, az egy lehetőség Franciaország számára. Ugye ez egy 30 éves problémája Franciaországnak, hogy Németország nagyra nőtt, újraegyesült, és 2004-ben a német befolyási övezet, ha tetszik, a német hátsó udvar, megérkezett az Európai Unióba, ezzel Németország gazdasági befolyása megnőtt. És a franciák ezt politikai értelemben tudják kiegyensúlyozni, különösen a védelempolitikával, különösen azzal, hogy a Brexit után egyedüli atomhatalomként maradtak az Európai Unióban. Tehát tulajdonképpen ők az egyetlenek, akik potenciálisan alternatív ernyőt tudnak biztosítani a szövetségeseknek. Nyilván ezért is érdeke a franciáknak, hogy az amerikai megbízhatatlanságról sokszor és sokféleképpen meséljenek. Tehát itt valóban van egy vélhetően nem túl hosszú, rövid átmeneti időszak, amikor bizonyos pozíciókat tudnak fogni a franciák. Hát nyilván bolondok lettek volna ezt a helyzetet nem kihasználni, de arra is számítani kell, hogy a franciák azt szerették volna, ez volt az egyetlen értékelhető üzenetük most a német kormány átalakítás során, hogy legyen januárra működőképes német kormány. Hát ez meg értelemszerűen azért kell, mert a döntésekhez természetesen a német kormányra szükség van és lesz. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az, hogy a német partnerséget kiegyensúlyozzák a franciák, az nem egy új törekvés. Korábban is próbálkoztak már mindenféle mediterrán együttműködésekkel. Ez a típusú aktivitás, ez most egy erősödő aktivitást mutat valóban. Nyilván az idő fogja eldönteni, hogy ez az olasz-francia együttműködés mennyire tud ellensúlyozni, illetve hogy a visegrádiak és a Közép-Kelet-Európa mennyire tud ellensúlyozni. Itt értékelésre még nem vállalkozhatunk, de arra igen, hogy megállapítsuk, hogy van egyfajta ilyen francia törekvés, ami még egyszer mondom, geostratégiailag és történelmi távlatban azért különösebben nem meglepő. Viszont több a közös érdek, mint Németországgal jelenleg, elnézve az új német kormányprogramot. Mondjuk úgy, hogy az elképzelések bizonyos szempontból különböznek. Ugye értelemszerűen egy baloldali zöldliberális kormány lépett hivatalba Németországban. De hát itt is van egy nagy nyitott kérdés, hogy ebből a programból mennyi az, amit az európai partnerek elfogadhatónak tartanak. Hát ilyen szempontból például ez az Európai Uniós csúcs találkozó, ami most következik a napokban, egy nagyon érdekes, ha tetszik, termométer lesz. Ez lesz a bemutatkozása az új német kancellárnak európai szintéren. És nyilván nem fognak úgy indítani az európai partnerek, hogy kikukázzák, ha tetszik, a német kormányprogramot nyilvánosan, de az, hogy milyen kezdeményezések indulnak vagy indulhatnak el, az azért sokat mondó lesz. Emlékezzünk rá, hogy Emmanuel Macron is hatalmas ambíciókkal indította a mandátumát 2017. szeptemberében a Sorbonon, mondott egy nagy beszédet, az egy bevásárlólista volt egyébként az akkori alakuló német kormánynak, amit az akkori német kormány hát bizonyos szempontból figyelmen kívül hagyott. És hát ebből a programból bizonyos dolgok elindultak, bizonyos dolgok megvalósultak, más részét pedig azóta is hangsúlyozza Emmanuel Macron, hogy szeretné megvalósítani. És hát mondjuk így, hogy
hogy ilyen a politikai programok és kormányprogramok természete, hogy a realitással találkoznak, a mozgástérrel találkoznak. Az ember olyan, hogy írnak egy jó hosszú bevásárló listát, de tudják, hogy az úgyse kerül majd be mind a kosárba, de azért jó hosszúra írják, hogy inkább kivenni kelljen belőle. Nem nagyon van olyan kormányprogram, amiből minden megvalósítható. Ugye néha vannak ilyen kalkulátorok, ahol azt vizsgálják kutatók, hogy az ígéretekből hány százalék és hogyan valósult meg, de hát ez is nagyon nehezen mérhető, mert ugye az, hogy én kitűzök valami közép vagy hosszú távú célt, hogy afelé kéne menni, azt hogy méri az ember, hogy most akkor ez megvalósult-e vagy sem, mekkora lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ez értékelhető legyen. Úgyhogy én óvatos lennék a német kormányprogrammal is, ez egy politikai dokumentum, a koalíciós felek megállapodásának nyilván fontos eleme, és ha vita lesz, akkor ahhoz fognak visszatérni, de az, hogy ebből európai szinten mi valósítható meg, ugye itt a politikai Európa mélyítése és hasonló témákban, hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, tehát azért mondjuk egy alapszerződés módosítást senki nem nyit ki, csak úgy, mert egy koalíciós szerződésben esetleg ilyen célkitűzések vannak. Ez később fog kiderülni, hogy ennek milyen az európai fogadtatása. Meglátjuk. És végezetül egy utolsó kérdés. A beszélgetés egy pontján azt mondta, hogy Emmanuel Macron látogatása az üzenet is volt a francia szuverenistáknak. Látjuk, ha már a német kormányprogramról beszélünk, hogy ők például ilyen nemzetek fölötti listát szeretnének, sokan emlegetik a szuperállam kifejezést. Mennyire tartja Macront akár globalistának, akár szuverenistának, vagy akár föderalistának, akár szuverenistának? Ön szerint ebben az egész csillagrendszerben hol foglal helyet a francia köztársasági elnök? Mondjuk úgy, hogy ha a belpolitikai értelemben globális-lokális törésvonalat nézem, akkor Macron mindenképpen azokat képviseli, akik jobban érzik magukat a globalizációban, kényelmesebbek a globalizációban, de francia nemzeti keretek között gondolkodik, és a francia nagyhatalmiság eszközeként tekint az európai integrációra, ami azt jelenti, hogy ami áldozatot esetleg szuverenitásvesztésben Franciaországhoz, azt azért hozza, hogy a befolyása növekedjen, és ebben a keretben, geopolitikai keretben gondolkodik az európai integrációról is. Ugye az ő tézise az, hogy egy új hidegháborús helyzet van kialakulóban, és hogyha Európa nem szervezi meg magát, akkor hát elszenvedője lesz a nagyhatalmak mozgásának, ahelyett, hogy aktor lenne. És hát ugye az a franciáknak egy ilyen kimondatlan megállapítása, hogy hiába középhatalom, hiába atomhatalom, hiába ENSZ biztonsági tanács állandó tag, egyedül nem feltétlenül képes az akarata érvényesítésére. Ugye egészen máshogy tárgyalnak az emberrel egy 450 milliós piac egyik tagjaként, mint egy 61-néhány milliós országként. Tehát ebből a felismerésből indul ki Emmanuel Macron, és ugye ezért hangsúlyozza az európai szuverenitás, az európai védelempolitika, az európai határvédelem, az európai iparhoz, digitális piachoz, stb.hez kapcsolódó szuverenitást. Úgyhogy ő ilyen értelemben egy bonyolult figura, annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy még egyszer mondom, Franciaországban belpolitikai értelemben mindenképpen inkább a globalizáció kedvezményezetjeinek a képviselője. Sós Eszter, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a meghívást.